A civilisztikai ügyszakban a bíróságok munkaterhei jelentősen növekedett, ami a törvénymódosításoknak köszönhető. A Covid időszakban felfüggesztett kényszertörlési eljárások újraindultak, és ezek a kényszertörlési eljárások részben székbírósági befejezést indukáltak, részben pedig felszámolási eljárásokat eredményeztek, az pedig ügyérkezés növekedés a törvényszéki szinten. Tehát alapvetően ebben a szegmensben mozog az érkezés növekedésnek a háttere. Az OBH főosztályvezetője elmondta, a szekszári törvényszék mindenben kiemelkedően teljesített az elmúlt évben. Szekszárt a ügyforgalom kezelése az időszerűségi mutatók tekintetében az országos átlag fölött van pozitív értelemben. A teljesítmény gyakorlatilag minden elismerést megérdemel, hiszen az érkezett és a befejezett ügyek aránya rendkívül kedvező, hátralékképződés nincsen a szekszárdi törvényszéken. Az egy éven belül befejezett járásbírósági ügyek volumene 92%-a aránya a teljes befejezésen belül, ami egyedülálló, és azt kell mondanom, hogy nagyon kevés ilyen vármegyét találunk, ahol ennyire magas lenne az egy éven belüli befejezési arány. Dr. Csullag Józsefné is megosztotta tapasztalatait és gondolatait az elmúlt esztendőről. Mint elmondta, a fellebbezési arány rendkívül alacsony, mi volt a megerősíti abban, hogy az ítélkezések megalapozottsága erős. Beszélnünk kell a 2 és 5 éven túli eljárásokról. A 2 éven túli eljárások száma járásbírósági szinten a tavalyi évben 69 darabról 53 darabra csökkent. 5 éven túli eljárásunk mindössze 4 darab maradt folyamatban, 2 a Tamási, 2 a Paksi járásbíróság előtt, mind a 4 ügy civilisztikai ügyszakban. Ez azt jelenti, hogy 5 éven túli ügyekkel büntető ügyszakban egyáltalán nem rendelkezünk, a törvényszéki eljárásokban sincs ilyen eljárás folyamatban. A problémákról is szó esett. Az egyéb igazságügyi alkalmazottak megtartása gondot okoz, mert nem képesek a versenyszférával tartani a lépést, az adminisztrátori feladatokat, valamint fizikai munkát végző 171 alkalmazott fizetésének a garantált bérminimumra növelése csupán a dolgozók 29%-át érintette. Egyébként a törvényszék jól gazdálkodott. A rendelkezésre álló előirányzatunk 2.985.371.000 forint volt, ebből felhasználásra került 2.984.466.000 forint, a maradvány, szabad maradvány 905.000 forint keletkezett, amely annak tudható be, hogy az év utolsó napján ennyi volt az előirányzat felhasználási keretszáma egyenlege, illetőleg szolgálati jogviszony megszűnése okán decemberben hóközi bérfizetés miatt átfutó tételből keletkezett ez az összeg. A jövőben próbálnak a megkezdett úton haladni, tovább csökkenteni az ügyhátralékot és javítani az időszerűségen.